Idén már 25. alkalommal szervezték meg Berettyóújfalu és a térség egyik legkiemelkedőbb eseményét, a bihari számadó napokat. A kétnapos program a Kávin téren a helyi iparosok és kereskedők hősi halottainak emléket állító tábla koszorúzásával kezdődött, majd a Kabos Endre városi sportcsarnokban folytatódott. A bihari térségben élő vállalkozók látványos sereg szemléjén Halász János, a Városok Falvak Szövetségének elnöke úgy fogalmazott, mi, magyarok, a közösségi élményeket megélő nemzet vagyunk. A közösséget szeretjük és megéljük már a családunkban, megéljük az iskolában, megéljük az otthonainkban, a településeken, a városokban, falvakban. És nagyszerű az, hogy a vállalkozások terén is a közösségi gondolkodás jelen van, jelen volt mindig Magyarországon, a magyar vállalkozókban, a magyar gazdákban. Nagyszerű példája ennek az a elmúlt sok-sok évszázad, amikor összefogással tudott a gazdaságunk is fejlődni, és ma is nagyon jellemző a különböző szakmacsoportok egymásra találása, az összefogása és az abból jövő hozzáadott többlet és érték. Ennek az összefogásnak és a gazdaságban a közösségi együttlétnek persze alappillére a Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is a maga területén. Amikor ők összefognak és együtt csinálnak, létrehoznak egy ilyen rendezvényt, most ugye már 25-ször, akkor abban azért lehet látni ezt az értéket, a közösségi gondolkodás értékét. Minden termék, minden szolgáltatás, minden olyan dolog, ami itt megmutatkozik, ezen az elven, ebből az alapból jöhet létre. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, dr. Skultéti Éva azt mondta, még napjainkban is komoly létjogosultsága van a bihari számadó napoknak. Úgy gondolom, hogy a kiállítások, vásárok, az ilyen bemutatók soha nem mennek ki a divatból, hiszen az a büszkeség, hogy valamit megtermeltünk, valamit elkészítettünk, valamiben nagyon jók vagyunk, én azt gondolom, hogy ezt a virtuális világ nem fogja helyettesíteni, és ez bizonyítja az is, hogy már 25. alkalommal szerveztük meg közösen az Agrárkamarával ezt az eseményt, és azt látjuk, hogy egyre több kiállító van, egyre többen jelentkeznek, és már lassan kezdjük kinőni a sportcsarnokot, úgyhogy én azt látom a standokon, ahogy végigmegyünk, hogy mindenki nagyon igényesen készíti el a standját, óriási az érdeklődés, sokan mondják, hogy jaj, hát zaj lesz, de én azt gondolom, hogy mennél nagyobb a zsivaj, mennél nagyobb a zaj, ez azt is jelenti, hogy annál nagyobb az érdeklődés, és olyan jó látni azt, hogy milyen színes, milyen gazdag kínálattal rendelkeznek a helyi vállalkozások, és Berettyóújfalu egy olyan szuper nyitott város, ahol rengeteg jó ember él, és annyira jó látni azt, hogy vonzza ide a többi településről is a kiállítókat, és mindig van egy vendégváros, tehát ez is egy-egy újdonság, hogyha összeszámoljuk, hogy a 25 év alatt több mint 1300 kiállítója volt a bihari számadónapoknak, akkor ez önmagáért beszél, hogy folyamatos és élénk az érdeklődés. És nem csak a kiállítók, hanem a gyerekek, a felnőttek, az egész város népe megfordul itt ilyenkor, úgy gondolom. Amellett, hogy a kiállítók bemutatkoznak a közönségnek, mire ad még jó alkalmat ez a számadó napok? Sok lehetőség van arra is, hogy amellett, hogy itt kellemes programokon vegyünk részt, a szomszéd épületben pedig zajlanak majd a szakmai események, ahol olyan vállalkozókat érintő új információkat kaphatnak, amiket egyébként máshol nem, vagy nem ilyen mélységben. És itt kiemelném, miután ugye számadó napokról van szó, hogy megjelent október 2-ától egy új Széchenyi kártya termék, ugye az új agrár Széchenyi kártya, és ezt ajánlom minden agrárvállalkozó figyelmébe, hiszen nagyon sok lehetőségük lesz arra, hogy gazdagítsák a vállalkozásukat, ha fejlesztési gondolataik vannak, akkor immár ennek anyagi akadálya sem lesz, hogyha igénybe veszik ezt az új terméket. A jövőben ez a rendezvény milyen utat tud még bejárni?
Azt hiszem, hogy a jövőben is fogjuk tágítani a teret, mint ahogy az is látszik, hogy a kamara standja is egyre csak nő, hiszen mindig újabb szolgáltatásokkal jövünk ki, amely elsősorban a fiatalokat célozza, hiszen a pályaválasztás az, hogy valaki olyan szakmát válasszon, amiben valóban sikeres lehet, és azt élete végéig élvezni fogja, az egyre nehezebb. Amikor még én voltam gyerek, akkor pár tíz szakmából lehetett választani. Most viszont olyan dinamikusan, olyan gyorsan változik és fejlődik minden, hogy a gyerekeknek nagyon-nagyon nehéz ebben eligazodni, és úgy gondoljuk a munkatársaimmal együtt, hogy a virtuális valóság eszközeivel, a szimulációkkal tudjuk segíteni azt, hogy a gyerekek kipróbáljanak egy-egy szakmát, hát mondjuk targoncát vezetni elég veszélyes dolog, tehát képzés nélkül nem megy. Itt viszont ezt a virtuális valóság segítségével kipróbálhatják, megnézhetik, sőt a pályorientációs tevékenységünk során lehetőség van arra is, hogy megismerjék a saját személyiségüket, ezt tudják erősíteni. A nyáron majd szervezünk újra táborokat, és mire eljön a következő bihari számadó napok, szerintem még több lehetőség lesz arra, hogy a gyerekek, a fiatalok pályaválasztását is tudjuk segíteni, és mindannyian sikeresek legyenek, és majd egy gondolatkísérlettel, ha eltelik újabb 20 év, akkor már ők lesznek ennek a rendezvénynek a főszereplői. Nagyon nehéz évek vannak a magyar agrárium mögött, és valószínűleg kemény esztendők várnak ezután is rá. Erről már dr. Bécsák István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar vármegyei szervezetének vidékfejlesztésért felelős alelnöke beszélt a jelenlévőknek. Látunk most egy újabb háború kitörését, amely még nem tudjuk, hogy ránk milyen hatással lesz. Viszont azt tudjuk, hogy a mostani ukrán-orosz háború következményében fennálló terményárak csökkenése az nagyon meghatározó, és nagyon nehéz helyzetbe hozta a magyar agrárium szereplői. Elég elkeseredettek a gazdáink, és azért dolgozunk a Nemzeti Agrárgazdaság Kamarába, hogy ezeken a nehézségeken túl tudjunk jutni, és meg tudjuk őrizni az ő gazdálkodásba vetett hitüket, hogy van jövő, és van tovább miért dolgozni. Áttérve erre a mai rendezvényre, a bihari számadó napokra, mire jó ez a rendezvény, milyen célt szolgál? Az innováció, a tapasztalatok összegyűjtése, az új dolgok megismerésére nagyon jó alkalom ez a bihari számadó napok. Itt nagyon fontos lenne az, ugye ezt a pandémia alatt láttuk, hogy a rövid ellátási láncok fontossága felértékelődik. Tehát azt nagyon jó látni, hogy helyben megtermelt termékek feldolgozása után itt a helyi piacokon, vásárokon kerülnek az emberek elé, és tudják megvásárolni azokat. Én biztatni tudok mindenkit, hogy merjünk elkezdeni ilyen termékek kidolgozásába, és kérjük ki gazdatársaink, őstermelők véleményét, tapasztalatait, hogy hogyan és miként lehetne ezt jól csinálni. Merjünk új dolgokba belekezdeni, merjünk tanulni, kérdezni, mert csak így tudunk talpon maradni. A Hajdú-Bihar vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke Bolcsú László köszöntőjében hangsúlyozta, Trianon óta Berettyóújfalu felvállalja Csonka-Bihar hazánkban maradt részének fejlesztését, megtartását és integrációját, ami jól példázza azt, hogy a település nem hagyta magára Bihart. A bihari számadó napok az egyik jeles napja annak, hogy a kiállítók megmutassák magukat, és mutassák meg Bihart, mutassák meg azt az élményt, amit Biharba szereznek. És ha nagyon rövid összefüggésben megnézzük a 25 évvel ezelőtti történéseket, egész másról beszéltünk akkor, és egész másképp beszélünk most. Azért az látszik, hogy a bihari térség jó embereknek jó munkájával hasznosan fejlődött, ma már autópályánk van, ma már vannak olyan vállalkozók Biharba, akik bárkivel felveszik az országba a versenyt, bárkivel, és ezek a bihari vállalkozások ezek úgy alakultak, hogy nem feltétlen, hogy is mondjam, külső támogatás, hanem alapértékeikben bihariak. És ez nagyon fontos ebből a szempontból. Nagy feladat vár Biharra és Berettyóújfaluba, mert ha meg akarunk maradni,
akkor az eddigiekhez képest még többet kell tennünk, és azt hiszem, hogy a város és a térség kész van erre a feladatra. Demján Zsolt, Margit alpolgármestere arról szólt, az elmúlt időszakban több olyan programon is részt vettek városunkban, melyeket a saját településükön is meg szeretnének honosítani a jövőben. Minél többet jövünk, annál többet tanulunk és annál többet látunk. Tudunk vonni egy párhuzamot aközött, hogy itt mi működik jobban, mint nálunk otthon, Parciumban, Erdélyben, Romániában. És higgyék el, hogy önök ezeket a rendezvényeket és a helyi vállalkozókat sokkal jobban szervezik és támogatják, mint nálunk otthon. Nekünk sok mindent lehetne ebből tanulni, és kell is tanulni, hogy Románia is egyszer ébredjen fel, és támogassa a helyi őstermelőket, kisvállalkozókat és az állami vállalkozókat. Az idei bihari számadónapok díszvendége Gyula városa volt. A település polgármestere megtisztelőnek nevezte a felkérést, hozzátéve sok projektben dolgoznak együtt Berettyóújfaluval. Dr. Görgényi Ernőt arról kérdeztük, milyen értékekre tud támaszkodni a Békés vármegyei település. Gyula város turisztikai értékei által nevezetes elsősorban, hiszen a hírnevét annak köszönheti. A Gyulai várnak, amely Közép-Európa egyetlen síkvidéki gótikus éppen maradt téglavára, az Almási kastélynak, amelyben egy interaktív kiállító központot hoztunk létre, amely bemutatja egy 19. századi arisztokrata család hétköznapjait és ünnepeit, de emellett bemutatja a személyzet, a cselédség világát is. A Gyulai várfürdőről, amely a kastély ős parkjában, 300 éves parkjában került kialakításra, ezért nincs is párja Magyarországon. A 100 éves cukrászdáról, ami most már Magyarország legrégebben működő cukrászdája, sokáig a második legrégebbi volt, mert a budai Ruszfurm volt a legrégebben működő, de mióta a Ruszfurmot bezárták, elmondhatjuk, hogy ma Magyarországon az 1840-ben alapított gyulai 100 éves cukrászda a legrégebben folyamatosan működő cukrászda. És a város környéki gyönyörű természeti környezet, a városon belül a évszázados parkok, ezek mind-mind olyan értékek, amik miatt évről évre nagyobb számban látogatnak hozzánk a turisták, többek között a bihari tájakról is, így Berettyóújfaluról is. Ezért is jöttünk szívesen, hiszen örülünk, hogy megmutathatjuk magunkat azoknak, akik esetleg még nem jártak Gyulán. De Gyula méltán híres a kolbászról is, a gyulai kolbászról, amelynek szintén jeles múltja van, és nemzetközi piacokon is jelen van. Ebből hoztunk kóstolót, mint ahogy a pálinkából is, és tapasztalataim szerint örömmel kóstolgatják a vásárlátogatói. Muraközi István kiemelte, igen komoly eredmény az a 25 esztendő, amit a bihari számadó napok eddig megélt. Most már nyugodtan mondhatjuk, hogy a legnagyobb múltra tekint vissza a rendszerváltást követő történelmünkben, és még bőven az elmúlt évezredben a jelenlegi fráterterembe, a járási hivatalnak a nagytermébe indult hódító útjára számadó napok. Akkor is már ugye a kamarák, a kereskedelmi iparkamara, illetve az agrárkamaranak a szervezésében volt, hisz ugye a számadás, ugye annak a vidéki ember életében van egy fontos jelentése, és ugye ez egy pontosan olyan seregszemle, ahol a helyi és a környékben élő gazdák, vállalkozások, termelők, kisebb-nagyobb cégek megmutatják, hogy mire jutottak. Azt gondolom, hogy az elmúlt 25 évben nagyon sok minden változott, de örömteli, hogy van, ami állandó. Az állandó az, hogy majdnem mindig tele van a sportcsarnok, és mindig vannak helyi cégek, viszont mindig vannak újak. Jó látni, hogy kis vállalkozások, képzőművészek, újonnan létrejött kiváló és nagyon szép és nagyon finom élelmiszeripari termékeket előállító vállalkozások jelennek meg. Mutatja azt, hogy nagy értéke van most már azoknak a díjaknak, amit a vásáron lehet kapni. Ezt büszkén mutatják is, a termékeik promóciója mellé fel is használják az itteni kiállítók. Aki itt sikeres, az a mindennapokban is sikeres tud lenni. Györfi Sándor, a Hajdú-Bihar vármegyei kereskedelmi és iparkamara Berettyóújfalui szervezete elnökének programot megnyitó beszédében elhangzott a bihari számadó napok a számadás tradíciójára épülő esemény. Ez a hagyomány, ez kikopott a napjainkból a fejlődés hatására,
de gyakorlatilag ezt tovább kell vinni, ezt a eszmélyiséget, és gyakorlatilag ez a számadó napok, ez a bérei számadó napok, amik időbe és terjedelembe is le tudja fedni ezt a fajta néphagyományt. Itt összegyűlnek a vállalkozók, összegyűl a város irányítása, érdeklődők, ilyen fesztivál hangulat alakul ki, élvezik ezt a másfél napot együtt. A strandoknál a helyi vállalkozók, akik a környéken Berettyújfaló és a Vihar szűk környezetében állítanak elő manufaktálisan, vagy közép- és kisvállalkozóként termékeket, azok hozzák egyre portékájukat és próbálják bemutatni, hogy milyen ügyesek és milyen szinten tudják ezt képviselni. A Tama mivel készült most a közönségnek, a látogatóknak? Mivel a mi termékünk az nem ilyen manufakturális, tehát milyen inkább a nagy farmereket vagy gazdákat szolgáljuk ki, mi mindig készülünk a rengeteg diákra, aki ide érkezik, nagyon sok játékkal, VR szemüveggel, úgyhogy inkább erre koncentráltunk, hogy a rengeteg vizitornak, főleg a gyerekeknek tudjunk adni lehetőséget. Ez a rendezvény a jövőben hova tud még fejlődni, hova tud még eljutni? Elébb-utóbb kinövi majd ezt a sportcsarnokot, és hát főleg ebbe a térségbe valószínűleg ennek a Bihar országnak egy kiemelt eseménye lesz. Tehát ugye, hogy a múltban ápolt a juhászoknak a eszmélyiségét, úgy fogja a jövőben ennek a bihari összetartozásnak is a jelképét tovább hordozni. A rendezvényen most is a Nyíri István díjat adták át először, amely az egyes gazdasági szervezetek érdekén túlmutató, a város és térsége gazdaságának egészét szolgáló tevékenység elismerése. A díjat ebben az évben Tóth László, az Express Hűtéstechnikai Service Kft. Ügyvezető igazgatója, a Bihari Vállalkozók Baráti Társaságának alapítója vehette át, aki kiemelt feladatának tartja az egészségügy mellett a gyermekek oktatásának támogatását. Ezzel ismernek egy munkát, elismernek egy tevékenységet, és én azt mondtam, hogy Isten igazából itt a kollégáimnak kell ezt úgymond köszönjem. Köszönni kell a családnak, és köszönni kell a bihari vállalkozóknak. Nem illetve, hogy milyen társadalmi funkciókat látunk el, vagy látok el, és akkor van a bihari baráti vállalkozóknak a társasága, akiknek a tényleg önzetlen adományait érzékenyen érintve szoktam tudomásul venni, hogy milyen sok jó ember van Biharban, és ezek a vállalkozókra. És ugye mivel abban a körben mozgom, rájuk ez abszolút jellemző. Amikor segítségre van szükség, és ugye ez párszor azért be lehet bizonyítva az évek során, akkor szinte egyszerre mozdultak meg. Jó, kellett hozzá a hívó szó, de hát hívogattuk, és jöttek. És remélem, hogy ennek a példája ez tovább tud menni, majd ragadni, hogy lesznek olyan társak a vállalkozói csapatba, akik majd ezt a elkezdett társaságnak az útját azt tovább fogják majd vinni. Úgyhogy itt a kiállítás, én úgy fogalmaztam itt magamba, hogy ez egy ünnep, a vállalkozóknak az ünnepe, és ezt most, hogy épp a 25. alkalommal kaptam meg ismét a díjat, tehát ez pedig teljesen jól esik, és köszönöm szépen. Ezek a díjak, ezek igazolják azt, hogy jó csinálni, kell csinálni, valakinek föl kell vállalni. Persze kell ez, kérdik tőlem egy párszor, egy-két alkalommal, hogy ki mond nekem olyanokat, amiket teszek ott fönt. Van egy belső, mindenkinek van szerintem ilyen, csak ki hogy fejezi ki, kinek a lehetősége miért ad, a Jóisten mivel látja el. És hogyha van egy olyan, amikor az ember azt mondja, megtehetem azt is, meg tudom-e tenni, én most szoktam ezen gondolkozni, én teszem, aztán hívom, és amikor látom, hogy ezek mind olyan célok és olyan eredményeket produkálnak, amelyek másoknak rettentően fontosak és jól estek, akkor azt mondom, hogy hát jó gondolat volt, érdemes volt megcsinálni, véghez vinni. Úgyhogy ez a díj az a szívem mélyén fog továbbra is lenni, és el kell mondjam, hogy éppen egy 10 percet találkoztam a Nyíri István leszármazottjaival, két hölgyel, és rettentően boldog voltam, hogy oda jöttek és gratuláltak a díjhoz,
Máté az az ember, aki nekik a vélszerint leszámazottjuk, azért Berettyó Újfalóért nem kis dolgot tett, és ez lett nagy büszkeség az embernek elmondani, hogy igen, van itt egy Nyíri István, aki híressé vált a malomi parkba. Úgyhogy egy jó dolog. Még egyszer köszönöm szépen a díj ide ítélését. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara külön díjával Suta Gergő ős- és kistermelőt jutalmazták, akitől megtudtuk, egyáltalán nem számított az elismerésre. A külön díj nekem ez egy borzasztó nagy elismerés, a 3 évi munkámat foglalja össze. Beletettem tényleg szívemet, lelkemet, családom, és nagyon sokat segít nekem, mert a szüleim és feleségem is támogat, úgy lelkileg, úgy mentálisan, fizikailag is. És ezt a továbbiakban is szeretném tovább vinni, sőt, még a termékeimet bővíteni is. Elsősorban sertéshúsokat forgalmazok, mint a füstölt termékek. Azon belül is kolbász, szalámi, húsokat füstölünk, kolozsvári szalonna, tarja, karaj. Én készítek minden terméket, elejétől a végéig. A sertéseket is én tenyésztem, én tartom egy barátomnál. Mikor befejeztem az egyetemet, vad gazdamérnök a végzettségem, akkor elmentem a hivatalba 11 hónapig, de nem fogott az íróasztal, ezért elmentem vadőrnek a szakmámat, 5 évig folytattam, menet közben, ugye mivel ott is a vadakat kell szervírozni, jött ez a henteskedés, és csak így mellékállásként csináltam, először bérvágásokat csináltam, és aztán családi receptek alapján elkezdtem készíteni a kolbászokat, és így megfogott ez a tevékenység, elmentem egy hentesboltba is, mint alkalmazott, és akkor 3 év után kiváltam, és így most már magam készítem a termékeimet. Meg mellette még van egy pár mély családom, de az jelenleg csak ilyen kis hobbi szinten van, és most kirukoltam egy kis újdonsággal, kis kitekintés a csokoládé világába, bombonokat és távácsokokat készítek. Még ilyen teszt üzemmódban van, de próbálok majd ebből is egy kis vállalkozást csinálni. A kertünkből vannak a zöldségek, gyümölcsök, azokból vannak mögöttem a fermentált cukkini például, vagy az eperlekvár, szilvalekvár, valaszlekvár. Mikor összeházasodtunk feleségemmel, előtte vettünk egy házat, és hatalmas telek van hozzá, és nem akartuk pallagon hagyni. Úgy kaptuk meg a házat, hogy rengeteg gyümölcs van, 56 gyümölcsfánk van, és ugye nem menjen pocsékba, akkor főzünk lekvárt, megadjuk el a piacon, és akkor így jött ez a gondolat. Ez végül is feleségemnek az érdeme, ő akarta, és akkor így támogatjuk egymást. Vásári kategóriában 3. helyen Pocsajnagyközség önkormányzata, 2. Májer András kistermelő végzett. Ebben az évben pedig a vásári első helyezéséért járó kupát átveheti Nagy Márta kistermelő. Nagyon örülök neki, boldoggá tesz, ez egy visszaigazolás a sok munkával kapcsolatosan, az idővel, a családtól elvett idővel, nem alvással, és természetesen örülünk neki, boldogok vagyunk. A sajtokat készítek immáron már most 2. éve, 2 és fél, igen, a fűrjekben most kezdtünk bele. Igazából ez egy családi kis történet, kis vállalkozás lenne, próbáltam a lányokat, 2 lányom van, bevonni ennek a jószágoknak, a kis madárkáknak a tartásában, etetésében, gondozásában, és végül is így jött ez a gondolat, hogy akkor egy kis felelősségvállalás, a telefontól való elszakadás, a kütyüktől való megmenekülés nekik, és ebbe fogtunk bele, és szeretjük, és csináljuk, és próbálunk egy egészséges irány felé venni az utat. Azt gondolom, hogy a mai világban már most az, hogy próbálkozunk egészségesen élni, maga ez a szó, hogy próbálkozunk, ez már kevés. Tehát azért kicsit mindenki benéző magába, akkor ennél többet kellene tenni. Próbálkozunk, mi itt vagyunk, termelünk, egészségeset állítunk elő, adalékmentes, semmi nincs benne, csak tojás, liszt és kész. Termékdíj kategóriában a képzeletbeli dobogó 3. fokára Farkas Rihárd, a 2. Szatmáriné Tóth Emese állhatott fel. Ebben az évben az első helyezést a termékdíj kategóriában Ilkei Tünde érdemelte ki. Igazán nem számítottam rá, nagyon örülök neki,
nagy elismerés. Kézműves csokoládékkal foglalkozom, bombonokat készítek, táblás csokoládékat, csokoládébombák, pálcikás forró csokoládék, illetve készítek most már, ami idén újdonság, csokoládécipőket, női cipőket, férfi cipőket, sportautó, tehát ez most ez ilyen újdonság. Hogyan jött ez a tevékenység, hogy kézműves csokoládékkal kezdj el foglalkozni? Mindig szerettem édességeket, tortákat készíteni, úgyhogy ez már régi szenvedély nekem. Pár éve átterelődött ez így a csokoládéra is, és ebben mélyültem el. A legszebb önkormányzati stand külön díját Gyulaváros önkormányzata érdemelte ki. A bihari számadó napokon a vásáron kívül ezúttal is szakmai előadások várták a látogatókat, de látványos kulturális műsorszámokból sem volt hiány az október 13-án és 14-én megtartott programon.